Bocskai. Átfordította valahogy tenyeresre, de így is blokkolták a lövést. Németh indulhat. Korbás jött vele, de hát négy fehérvári jutott rájuk. Csak Toka is rendben van. Palkovics. Bocskainak teszi le. Gól! Védő pottyán váltott irán. Megvan a negyedik. Bocskai a gól, Palkovics az assziszt. Visszakészített lendületből jött Tocska, és ráadásul még a védő bottya is beleért. Palko teljesen kiszolgáltatott helyzetbe került. Ha volt is valami elképzelése arról, hogy utána nyúljon valahogy Ocskai lövésének, az meghiúsult. Irányt változtat a korong, és mire ezt lereagálja, addigra már régen gólban a pak. Ocskai. Hátra teszi. Palkovics. Jó indítás, Ocskai. Ellövi, gól! A második gólja Ocskainak. Igen, Ocskai kezd itt szuper pesgőjére pályázni. Van itt jelentkező bőven. Utolsó percben tehát Ocskai még megugrik és növeli az előnyt. Kedvencem ez a harmadik harmadbeli, 11-0-ás gólkülönbség. 4-4, 1-2. És már ugye abszolút bizonyítékul szolgál ez a zárójáték rész arra, hogy 3-0-nál, amikor már arról beszéltünk, hogy most nagyon komolyan megrodjant az Újpest, hogy ez ténylegesen így történt.